Üdvözlet minden és nem minden kedves nézőmnek és sporszívóznak a kurva életbe! Üdvözlet még egyszer minden kedves nézőmnek, én Dead vagyok és ez itt a Dundicast. Ami persze kiakaszt. Ez nem más, mint a Minecraft horror vagyis az örökség. Magyar honfitársaim csinálták, na, mondjuk én nem ismerem őket, de ők csinálták. És lényegében megnézzük, hogy milyen is ez a pálya. Szabályok, játsz egyedül, legyen max hangerőn. Hát, haver. Nem tudom, hogy max hangerőm van. Jó. Max hangerőm van. Jó van. Ha, legyen zene is 50%-on. Fényesség legyen a legsötétebbre állítva. Olyan elveid vannak. Fontos, ne használj más resource pakkot. YouTube csatornánk indítás. Aha. Akkor 5. 3, 8. Aha, oh yeah. Na, nézzük. Olvasd fel, haver. Kezdő történet. A napló. 2016. második hó elsője. A mai nap kaptam egy levelet egy idős úrtól. Meglepett, hiszen egy régi ismerősöm, azonban régóta nem hallottam már felőle semmit. Az öreg mindig is segítőkész volt velem, és habár nem tudni miért, de mindig is elég vagyonos ember volt. Sokszor kisegített már. A mostani levele azonban nagyon furcsa volt. Mintha nem is ő lett volna. Hosszan ecsetelgette, hogy valamit nincs rendben a házatáján. Az lenne a legjobb, ha mi hamarabb elindulnék és fellátogatnám az öreget, valami fontosat szeretne mondani. Talán szüksége van a segítségemre. Igaz, a ház is egy elég kieső helyen van, de ha az utat követem, hamar ott lehetek. Na hát akkor vegyük le azért valami minimálisra a zenét, hogy annyira ne zavarjon a beszédbe. Na jó, ez annyira nem volt minimális. Na, gyerekek, egy kicsit olyan meg vagyok fázva, szóval néha beleprüsszentek a mikrofonba, de... Erdei út 12? Ó. Itt fogjuk... De megváltozott. Kicsit elhanyagolhatta az öreg a takarítás. Kicsit megéheztem az út alatt, utána nézhetnék valaminek. Ó. Ó. I need somebody. Akkor... Az nem kell. Napló. Akkor gondolom nem kell az a zene, mert alapból van zene. Akkor nem kell ezért miért. Könyv. Üzenet az öregtől. Kedves fiam. Ha megtalálod ezt az üzenetem, attól félek, én már nem tartózkodom itt. Pár hete furcsa dolgok történnek, mintha más is lennét rajtam kívül. Öreg vagyok én már egy ilyen nagyház fenntartásához, le kell mondanom róla. Te is tudod, hány rossz akarom van a vagyonom miatt, de benned mindig is megbíztam. Rád hagyom az egész házat minden értékemmel együtt. Összepakolok még pár dolgot a pincéből, és útnak indulok. Igaz, már rég nem jártam lent, de esetenként mocorgásokat hallok onnan. Valószínűleg csak az egerek lehetnek. Kérlek, segíts! De hogy segítsek, ha még magam sem tudom kisegíteni saját magamat. Minden nézünk át. Megszakítjuk adásunkat. Rendkívüli közlemény. Több szemtanú jelentett, hogy Európában zombi jár. Kérjük, legyenek óvatosak. Pontosabb információkkal jelenleg nem szolgálhatunk. Tartsák nyitva a szemüket, ha gyanús jeleket látnak, kérjük, azonnal telefonáljanak. Nem tudhatunk semmit az eredetéről, illetve hogy merre tart. Hát amúgy ja, nincs sok esély rá, hogy találkozunk egyáltalán bárkivel is. A nap egy helyben áll, várva azt, hogy elaludjak. Jó. Akkor aludjunk. Mi történhet, nem?
történt? Á, valószínűleg lecsapta a biztosítékot a nagyvihar, le kéne mennem a pincébe megnézni. Tipikus horror film. Húsi! Power! Hát ez nem nyomtam meg a power-t. Megszakítjuk adásunkat. Friss hírek alapján tudjuk, hogy Európában, Magyarországon zombi jár. Kérjük, legyenek nagyon óvatosak. Na már is jobb, de mintha... bezáródtak volna az ajtók. Na, ilyen az én szerencsém, valami van zárva. Na mindegy, haver. Pácba vagyunk. Ne, vagy egyedül. Hát tényleg nem vagyok egyedül, még itthon vannak. Ne, nem lehet lekapcsolni a generátor. De kaka. Na, ó. Hello. Na hát, egy titkos lejáró, kíváncsi vagyok, hogy az öreg. Ha! Ha! De komoly! Hát ez már nem jó. Oj, oj, oj! A izé is megáll bennem. Hú, gyerekek. Alagsor. Alagsor. Paper, 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 az utolsó a fal, amen mögött található. Mi van? Az utolsó menedék a fal mögött található. Milyen fal mögött? Oké, itt valami tényleg nincs rendben. Hát, milyen művészi képek vannak itten? Komolyan mondom, a szar is megáll benne. Napló. Na kérlek, kedves, olvasd fel, amit itt látok. Könyv, az öreg naplója. Mindig is ez volt a kedvenc dolgozóhelyem. Bár olyan érzés, mintha valaki lenne mögöttem. Nem, nem olyan érzés. Van valaki a másik szobában. Itt kell hajnom a könyvet. Szerencsére mindig van egy biztonságos, rejtett szobám a fal mögött. A székemből is el tudom élni a kapcsolót, főleg azért is könnyű, mert balkezes vagyok. Mi az Isten? Fater! Megszakítjuk adásunkat, biztos forrásból tudjuk, hogy Európában, Magyarországon az erdei úton zombi jár. Kérjük az ott lakókat, azonnal hagyják el lakásaikat. Nem tudhatjuk, hogy mire képe. Ezen kívül kérjük, hogy amennyiben... Oké. Á, nem is világi. Hello? Hello? Hol már úristen? Azt a kurva istenit! Ha! Buzadék. Buzadék vagy. Te egy nagy mocskos buzadék vagy. Menjünk ide. Húsi. Húsi. Az... Figyelj, haver! Beszéljük meg, jó? Mi a rosszabb? Lámpa könyv. Harmadik könyv. Csak két jó barátom volt, sajnos ők nem tudhattak erről a helyről. Így is túl nagy veszélynek voltak kitéve.
Később menjünk oda, menjünk erre. A fater gombázott! Második könyv. Sok minden volt az időm kitanulni. A számrendszerek mindig is lekötöttek. Milyen érdekes, hogy a kedvenc számaim között is a kettes hatványai vannak. Rá kellett arra is jönnem, hogy a leghasználhatóbb az oktális számrendszer. Mondhatnám úgy, hogy így az egyik kedvenc számom a kettő a harmadikon lett. A kettő a harmadikon lett. Ó, csend és nyugalom. Egészen más, mint a felszínen. Ez volt a legjobb hely a fontos könyvek számára. Itt tanulmányozhattam az éghajlatokat is. A legoptimálisabb nekem mindig is a hazai 4 évszak volt. Bárki tudja, meddig lesz így. De kis naív voltál, haver. Az átjutáshoz a gróf úr kedvenc 3-jegyű számsora a kulcs a szám. Hát de csak ez! Ne szopass már. Na, gyerekek, tetikai gondok akadtak. Hát most így történtek, így azért megfejtettem a kódot. Na menjünk tovább. Oh, hello. Persze. Szívgörcs, jaj, te nagyon nagy szívgörcs. Ez mi a tosz? Mi a klikklops? Gyerekek. Hogy lehet valami ilyen köcsög, meg ilyen... Jó, menjünk itt. Talán még pont át tudok húzni. Távozz, sátán. Távozz. És így kukucs! Mindig azt mondom. Stabacskos kurványádat! Basznám teherbe! Tudta, mi lesz itt valami. A kúszás sose jó. Gyerekek. El fog vinni a szívgörcs. TNT. Arra még nem tudom, mi van, de menjünk akkor erre. Ha már ez itt felrobban. Na menjünk. Gyerekek, mondom, hogy elvisz a szívgörcs. Egy kis gyápolás. Huhu. Boom. Hát annyira még nem jöttem ki a formámba. Ez egy kicsit túl hangos, nem gondolod, haver? Vagy nem? Nem? Jó, mellé sem. Jó, itt azért vágtázok itt. Tehát... Na, most hogyan tovább? Aha. Ajtó. Hoppá! Na, menjünk ide. Jó,
Kívánok! Wow! De jó! Tök jó kis koporsuk, ja. Na, de ez tök fasza. Mindenhol koponya, korhat fadeszka, robbanópor. Hát mi kell ide még? Húsi, robbanópor, csont, hát figyeljetek, most így elhozom ezeket. Hát ha kell valami, aha, igen, ez is jön. Ennyi? Crafting. Szén-dioxid mérgezés kapok itt a végén. Aha. De erről nem nyitok előrébb. A picsa fasz. Gyűjteni kellett volna a cuccokat? Hát ezt nem mondta senki. Hát... Ó, nem. Van itt cucc. Na nézzük, mivel mit tudok előállítani. Na, akkor nézzük csak. Deszkával... De homokom sincs. Ezt a csontot nem tudom itt felvenni. Na nézzük, akkor hogyan tovább, vagy miként tovább, vagy milyen tovább? Na akkor azt craftoljuk le. Jó, értitek? Jó, zsír. Ez már 2, 5. 5 is kell. Akkor homok. Na várjunk. Nem mindegy, mi. Ja, értem. Aha. Akkor egy ilyet bevágok. Ja, ja, értem, oké. De nincs elég. Hogyan szerzek eleget? Hogy eleget tegyek. Hát de... Azt csináltam meg az előbb. Faforgács... Fapor... Csontpor... Hát ez így nekem nem tetszik. Nincs valami... Valahol még egy láda? Láda? Hol vagy láda? Na erre nincs valami? Egy... Például itt egy elesett kis láda. Nem mondta senki, hogy kell a ládába szedni a cuccokat. Amúgy... Így oké. Nem. Hát akkor ez így, hogy is mondjam, kicsit így, please. Please don't hurt me. Hello. Na, együnk. Mert enni fontos, abból jön a vitamin. Hát gondolom hallottátok már ezt a szóbeszédet, kédedet. Jó. Na. Oké. Akkor van 9. Ami homok. Oké. Akkor homok az úgy megvan. Mi ezután a ten... Ja, már van 3 csontunk.
Bitch. Aha, akkor most azt hozzuk össze. Oké, és akkor most ezt. Na, gyerekek, nem kell ide, csak tudás, tudás. Na. Hoppá. Semmi baj, profi vagyok már én ebbe. Ezek a zenék. Csak egy rohadt TNT-t csináltam. Fotek. Jó. Mikor mehet? De komoly. Gyerekek. A szívinfarktus el fog vinni. Aha. Na azért nem akarok süket lenni, de picit lejjebb viszem. Én erre akarok menni. Hú, gyerekek. Ez tényleg para. Áj. Jaj. Utálom a folyosókat. Jaj, passz meg. Áj. Azt a kurva. Júj. Jaj. Itt is lesz tuti valami. Jaj. Jaj. Isten. Na, hát az öreg rejtegette a vagyon. Vagyona. Megvan. Az igen. Ebből meggazdagszok. Kérdőjel, régi napló. Hát... Az öreg naplója, részlet. Végre megtaláltam. Annyi év keresés után végre megvan, szanad fáraó kincse. A társaim az utolsó pillanatban kiszálltak. Bevették a helyiek puta mesét egy átokról. Mindig is tudtam, hogy nem méltóak erre a vagyonra. Az itteniek szerint, ha valaki elvisz a kincsből, a fáraó legerősebb harcosa visszajön a halálból és kegyetlen bosszút áll. Addig nem tér vissza az örök nyugalomban, míg a tolvajt és az örököseit el nem pusztítja. Ha, nevetséges. Ez gusztus. Jaj, hello. Hey, hallod? Hey, hallod? Tesó, figyelj már! Ne, tesó, 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 hallod, figyelj, hey, hallod, kélek, kélek, tesó. Ne, tesó! Kurva szád! Az örökség! Készítők! Ice Blue Bird! Beard! Csabusa! Vagy Csabusa? Hát, köszönjük, hogy végigjátszottad! Aha. Én is köszönöm ezt a remek mapot. Mondjuk senki nem ajánlotta, de nagyon szépen köszönöm most figyelmet. Na gyerekek, trollkodj. Hát, mit is mondjak? Majdnem szétfostam a vokálmat. Gyerekek, ez remek volt. Kicsit túlzottan rövidnek tartom úgy a tartalmát. De amúgy szerintem jó volt. Egy nagyon jó kis így kis horror map. Megijedtem annál, aminél meg kellett. Amúgy, ja. Szóval, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is.
Kezdek visszatérni, vagy hát nem, de a lényeg, én Dead voltam, és ez itt a Dundikast, és a szokásos elköszörésemmel elköszönöm. Peace out!